Sziasztok, ez itt a veganblog.hu, én Ákos vagyok, és képzeljétek ma, mi történt velünk, elfogyott itthon a növényi tej, na erre zabosak lettünk olyannyira, hogy el is készítünk közösen mindjárt egy finom zabtejet, de egyéb más ételeket is el tudtok könnyen készíteni, ha a könyvünket megvásároljátok, ha még esetleg nem tettétek meg, a részletek a videó alatti leírásba, na kezdjünk is bele! És már itt is vagyunk, zabtejünk, nagyon egyszerű lesz mindössze, két összetevős, gyorsan el fogjuk tudni készíteni, nem lesz nyúlós, nem lesz nyálkás, praktikák és trükkök is el fognak hangzani, na pörögjünk fel, mint a csiga a fűnyíró előtt. Zabtejünk alapanyagai, hát látjátok, a hozzávalók sorától nem kell megijednünk, tehát nem kerül zabszem sehova és semminkbe. Ez a víz, bemutatom nektek, azért még majd beszélek arról egy picit. A zabtehely a mi esetünkben gluténmentes, és a necharisnyámat is hozhattam volna, de ehelyett ezt a hát zöldséggyümölcs tárolására alkalmas zsákot hoztam. Egyébként függönyt vagy bármilyen sűrű szövésű anyagot is használhattok majd a leszűréséhez. Érdemi munkánk elkezdése előtt két hasznos vegán blog tippet hadd mondjak el nektek. Az egyik az, hogy a zabtejünket semmiképpen ne áztassuk be, és a másik pedig az, hogy a vízünk nagyon hideg legyen, jó, hogyha az meg lenne, vagy langyos, a nyákosodási folyamatot el tudná indítani, szintén a beáztatás a zabtejnél, tehát ezeket kerüljük, és jéghideg víz. Először is legyen otthon egy magas fordulatszámú turmix gépünk, látjátok, nekünk ez már adottság. Tegyük bele a zabtejet, ez már megtörtént, és utána tegyük bele a vizet, de most nagyon fel fognak pörögni az események, ezért fontos dolgot mondok, méghozzá csak egyszer mondom el, és ha nem figyeltek, akkor egyszer se. Na, szóval 30-40 másodpercnél tovább ne működtessétek, tehát ne turmixoljátok a keverékünket, jó? Ez az egyetlen trükk, de nagyon-nagyon fontos. Na, ez egészen cseppmentesen sikerült, indulhat a szerkezet. Most pedig öntsük be a szűrőnkbe, és nagyon fontos, hogy miután ezt megteszem, utána ne nyomkodjátok ki, hanem csak emeljétek ki egy picit, és csöpögtessétek le, jó? Tehát nem nyomkodni, csak csöpögtetni. És nem nyomkod, csak csöpögtet. Csöp. Nézzétek, ilyen lett a szűrőnk. Jó, szedjük ki belőle ezt a matériát, és nyugodtan tegyük el, használhatjuk sütihez, zabkásához, úgyhogy kár lenne kidobni. Most miután egyébként kiszedjük ezt belőle, mossuk is el jó alaposan a szűrőt, nem titkoltan azért, mert újra fogunk szűrni. Nézzétek, ez lett a zab sűrítményünk, ugye ez az, amit majd a későbbiekben másra is használhatok. Most újra szűrni fogunk, mivel ilyen már ugye volt, és ebben semmi izgi nincsen, ezért addig elmondom, hogy az afrikai szavannák növényi teje az a zabra. Látjátok, érdemes volt még egyszer leszűrnünk, mert azért maradt benne még némi anyag. És egyébként, ha ízesíteni szeretnétek, akkor mi már erről lemaradtunk, mert az elején a turmixolásnál lehet esetleg vanília kivonatot vagy datójapasztát hozzátenni. Amint látjátok, nagyon gyorsan elkészültünk az zabtejünkkel, szerintem kb. 10 percig tarthatott, és amit meg szeretnék nektek mutatni, hogy nézzétek, milyen szép az állaga, nem nyúlós, és egyébként nem is bírom ki, hogy megkóstoljam meg. Nagyon finom lett, lehet, hogy fehér bajszom is lett. Most jön a játékunk, a Kinézia videó végét játékunk. A habzsoló vegán mit csinál? Bezabol. Ez a kód. Végezetül foglaljuk össze, hogy mit tanultunk a zab tej készítés kapcsán. Először is jéghideg vizet használunk, másodszor nem áztatjuk be a zabtejet, harmadszor csak 30 másodpercig turmixoljuk, negyedszer a szűrésnél nem nyomkodunk, csak csöpögtetünk, és kétszer szűrünk. És most is eljött a búcsú ideje, köszönöm, hogy ma is együtt munkálkodhattunk, kérem szépen a harangbejelölésed az értesítésekhez, a köszönömöt a videó alatti leírásban. Mára ennyi volt, vigyázzatok magatokra, sziasztok!